Mátyás király korában hatalmas, humanista szellemi központ jött létre itt a Budai Vár területén. Ennek fontos része volt a könyvtár, a Corvina Bibliotéka. Ebbe lehet most bepillantani az Országos Széchenyi Könyvtár Corvina kiállításán. Ennek a mostani gyűjteménynek és a kiállításnak miben rejlik a jelentősége? Először próbáljuk részleteiben is feltárni, hogy az a nagyszerű gyűjtemény, ami a Corvina könyvtár volt, hogy hogyan jött létre, hogyan keletkezett, és fókuszálunk arra, hogy itt Budán hogyan gyarapították a királyi könyvtárat. A Széchenyi könyvtárban 36 Corvinát őrzünk, itt most 51 eredeti Corvinát mutatunk meg, külföldről is kölcsönöztünk nagyon értékes darabokat, New Yorkból, Párizsból, Bécsből, Klosterneuburgból, Lipcséből, a Vatikáni könyvtárból, Torinóból. A kiállításunk egyik csúcsdarabja Párizsból érkezett, a Bibliothèque Nationale-ból, a Cassianus Corvina. A budai műhely stílus fejlődésének bizonyos értelemben a csúcsát látjuk itt. Az 1480-as évek legvégén megszületik itt Budán egy nagyon különleges, rendkívül dekoratív stílus, ez, amit itt látunk, amelyet a nemzetközi reneszánsz kutatás is számon tart és fontosnak tart. A címlapon jeleneteket láthatunk a tartalomnak megfelelően az egyiptomi remeték a szerzetesek életéből. Hogyha kellően figyelmesen vizsgáltuk a korvinákat, illetve a kódexeket, és eleget tanulmányoztuk az interaktív információs táblákat, akkor indulhat a játék, ahol a miniatúrákban kell megfigyelni az öntudatlanul is megfestett részleteket, és hogyha 10 kérdésből 10-re helyesen válaszolok, akkor a király első nemes ifjú kísérője lehetek. 10 helyes válasz. Nem hiába futottam neki 5-5-szörre. Tartalmát tekintve ez a kódex pedig már azért Bonfinihez is köthető, akit szerintem minden iskolás is ismer. Így van, Antonio Bonfini az udvari történetíró, ő fordítja ezt a egyébként klasszikus antik szerző művét görögről latinra, és itt baloldalt a tartalomjegyzékben fordul elő egyetlen egyszer korabeli kontextusban az a szókapcsolat, hogy Corvina Bibliotheca. Az egy tudatos brandépítés volt a korban. Abszolút, és ez mint egy nyitánya a Corvina könyvtárnak, sokkal többet áldoznak reprezentatív célokra, köztük erre a luxus dologra, mint ami a könyvtár is volt. Rengeteg fiatal és iskolai csoport látható, ők milyen foglalkozásokon tudnak itt részt venni? Igen, alapvetően minden korosztályt igyekeztünk megszólítani, a kiállítás bemutatása nagyon fontos számunkra. A harmadikosoktól a hatodikos korosztály számára készült ez a nyomtatvány, ahol van egy rövid játék leírás, amit a kiállításban, tehát a program során kalandozunk végig, a legapró részleteket kell felfedezni a diákoknak. A restaurátor kollégákkal arra gondoltunk, hogy jó lenne bemutatni a közönség számára, hogy hogyan is készültek ezek a kódexek és korvinák. A festékanyagoktól, írószerszámokon, pecsételőkön keresztül. Nyilván ez egy állandó kiállítás, tehát hogy itt nem csak az iskolások jöhetnek, de van még olyan program egyébként, amire mondjuk többeket várnak, és egyszerű. Így van, készülünk most a vízkereszt után, ugye a farsang időszakban a maszkabál programunk is megvalósul, reményeink szerint vándormuzsikus meséivel, farsangi táncházzal és mulatsággal várjuk az ide érkező családokat. Akik szerint tehát unalmasak a kódexek, azok jöjjenek el január 19-én a Maszkabába, vagy nézzék meg a kiállítást február 9-ig, és játsszák végig az összes termet.